Bemelegítéssel kezdődött a sport délelőtt. A város és a térség óvodásai számára remek mozgás lehetőséget biztosít az Ovi Sportnap. 2018. év mottója mozogni jó. A játék és a mozgás elválaszthatatlan a gyermekek életében, lételemük. Miközben játszanak, észrevétlenül fejlődik személyiségük, különböző képességeik, testi-lelki életükre is nagy hatással van, és természetesen az egészségre. Az idei sportnapon négy részre osztva a pályát úgy állítottam össze a játékos feladatokat, gyakorlatokat, hogy célzottan egy-egy képesség területet kiemelve, úgyhogy a rugalmasság, egyensúly, szemkész-szemlábkoordináció, illetve ügyesség, gyorsaság a legfontosabb. 132 nagycsoportos van most az óvodai központban, úgyhogy őket várjuk. A gyerekeket, mivel egészséges életmódra szoktatás van, ezért a friss gyümölccsel, természetesen innivalóval és egy műzliszerettel jutalmazzuk. Az állomások más-más feladatokkal várták a gyermekeket, akikkel a sportot játékos formában ismertették meg a szakemberek. A gyerekek nagyon örülnek, hiszen a legtöbb óvodában nincsen tornaterem, és a gyerekeknek minden nap biztosítjuk a mozgást a szabad levegőn is, de vannak olyan gyakorlatok, illetve képességterületek, amelyeket teremben tudunk jól gyakoroltatni a gyerekekkel, ezért ezeknek a gyerekeknek nincs akkora lehetőségük. Csak marcai óvodások jönnek? Nem, hanem meghívtuk a marcali óvodai központ összes óvodáját, óvodájának nagy csoportosait, Sávoly, Nemesvíd, a Balatonmária fürdő óvodásait is. A legnépszerűbb feladatok ezúttal is a labdajátékok voltak, persze a sorversenyek is remek kihívást jelentettek a lurkóknak. Szerintem minden kisgyermeknek a saját képességének megfelelő a legjobb gyakorlat, játékos feladat, de a labdás játékok szerintem a legjobbak, és a legjobban tehát a legjobb fejlesztő eszköz. A szülőket is szoktátok hívni, mind segítőnek, mind résztvevőnek. Jöttek az idén is a szülők, szívesen fogadták? Igen, van olyan szülő, aki már hosszú évek óta segíti ezt a napot, hogy sikeresen lebonyolítsuk, úgyhogy nagyon köszönjük a szülők segítségét.